Folyamatosan érkeztek a gyerekek pénteken reggel a városi stadionba. A diáksport napra több százan jöttek, és a közös bemelegítés után több sportágat is kipróbálhattak a résztvevők. Lehetett kungfúzni, focizni, volt verseny streetballban és strandröplabdában is. Az eseményen Nyíregyháza és a Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület egy együttműködési szerződést is aláírt. Eddig is remek volt a kapcsolat, rengeteget segített, azt hiszem nem csak a nyíregyházi sportéletnek, diáksportéletnek, hanem a megyei diáksportéletnek is, Nyíregyháza megyei jogváros önkormányzata. Most ezt azért szerettük volna egy kicsit intézményesíteni, és ezért születik ez az együttműködési megállapodás. Az együttműködési megállapodás pedig természetesen a sportesemények közös megvalósítására terjed ki elsősorban, és emellett pedig azokat az infrastruktúrális háttérbiztosításokat, amely akár intézmények, sportlétesítmények, vagy akár humán erőforrás tekintetében is a segítségünkre lehet, ez is benne van, illetve természetesen közös programjainkon túl meg is jelentetjük egymást rendezvényein kölcsönösen a szervezeteket, tehát a mi rendezvényeinken Nyíregyházán megyei jogváros, mint támogató megjelenik, és a nyíregyházi rendezvényeken pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei diák sportegyesület szintén. Úgyhogy bízunk benne, hogy ez egy gyümölcsöző és nagyon eredményes együttműködés első lépése. Az együttműködésnek köszönhetően a megye és a város nagyobb eséllyel pályázik diákolimpiai döntők rendezésére. Jövőre több finálé is lehet Nyíregyházán. Ez azt gondolom az infrastruktúra fejlesztés is sokat segít. A sportcsarnok már elkészült, atlétikai centrum tervezése folyik. Szeretnénk egy uszodát, jégcsarnokot, és hát itt a stadionban is vannak fejlesztési tervek és előkészítő munkák zajlanak. Azt gondolom, hogy minden adottságunk, lehetőségünk megvan már ahhoz, hogy országos rendezvényeket is szervezzünk. A diáksport napon váltófutás, illetve kötélhúzás után kiderült, mely iskolák a leggyorsabbak, illetve a legerősebbek. Az iskolások közösen is futhattak, és így teljesítették a 2016 méteres távot.